Rég nem láttak már ennyi fiatalt a Sóstói faluban, mint ezen a korábbi rendezvényen. A következő hétvégéken azonban ismét gyerek lehet hangos a skanzen. Színes programokkal készülnek pünkösd és gyermeknap alkalmából is. Előbbi idén rendhagyó módon három napig tart a Múzeumfaluban. A látogatókat az élő porták tevékenységeivel várják, amelyeket ki is próbálhatnak. A pünkösdi királyságot ezúttal pecsétgyűjtéssel lehet megszerezni. Az ünnep hétfőjén a megjelenedő hagyományok mellett a néptánci, népzenéjé és népi gasztronómiái lesz a főszerep. Lesz termelői vásár a kicsiknek, megnyitnak emellett egy kiállítást is, amelyel a csíksomjói búcsút idézik meg a látogatóknak. Harangozó Imre néprajz kutató jó voltából csíksomjói búcsúról készült fotók kerülnek majd bemutatásra, és ezt egy kicsit mi azzal tesszük színesebbé, hogy székely, modvai viseleteket fogunk bemutatni a főépület kiállító termében. A csíksomlóra most nem is olyan könnyű eljutni, úgyhogy mi hoztuk ide ezt a lehetőséget, hogy megemlékezünk erről az igen híres eseményről, ami évente több tízezer embert vonz oda. A május 1 megnyitott szabadtéri múzeumban számos családbarát fejlesztést megvalósítottak az elmúlt időszakban. Ahogy a Pünkösdi, ugyan gyereknapi programokat is elsősorban az ő igényeikhez igazították. Úgy próbáltuk meg összeállítani, hogy a helyiek mindenképpen jól érezzék magukat, de akik távolról érkeznek, azok is újdonságokat tudjanak meg és ismerjenek meg. Itt vesz velünk a Naninszki is figaro, a Buratino Bábszínház, csak hogyha a programokat vesszük végig, vagy például a Vidám Manók együttes is kis rövid koncertet ad elő. A nap folyamán lehetőség van aktív portákon való részvételre, ezen a napon is természetesen megnyílnak a műhelyek ajtajai, mestereket várunk, akik segítenek abban, hogy bemutassák hitelesen azt a tevékenységet, amivel régen az egykori mesterek, mint például a mézecskalás készítő, vagy a cipész, a kovács dolgozott. A skanzen mindkét hétvégén kedvezményes jegyek megvásárlásával látogatható de csak a védettségi igazolványjal rendelkező felnőttek és a velük érkező fiatalok számára.